egy asszony, meg egy ember. Az asszony Trézsinak ittak, meg az ember Ambarusnak. Trézsi olyan asszony volt, mint a veszedelem. Ambarus áldott jó ember volt, lehet a falra fellapcsolt, tudták volna, ő még ott és ott maradott volna. Trézsi szeretett falukázni, szerette hordozni a híreket, egyik házból kint, s a másikba be. Ambarusnak esténként az volt a szokása, hogy mikor elvégzi a munkáját, menjen el a karcsomába. Ott egy kicsit tálpaharazott a kamaival, s aztán hazament. Egy este azt mondja egy kamája a karcsomába: kamám uram, éha kehajba lennék, megütném a feleségemet. Ugyan bizony, mit vétett kennek az én feleségem, hogy kell megütni? Ha kennem holta, mint plegykálódik, kicsiből nagyot csinál, annak soha sincs semmi dolga, ráér örökké falukázni. Kamám uram, én návettem számára, hogy az én asszonyom plegykálódna, de hagyjál, mert én ebbe próbát teszek, csak ennek igaza van, én úgy megpollom azt az asszonyt, hogy abba hiba nem lesz. Aztán Ambarus szépecskén hazament, de miről hallott a karcsomába? Trézsinek semmit se szólott. Lefeküdtek. Reggel jókor az asszony felkált, hogy menjen el az istálóba. Ambarus is felkált egy minutára, de ebbe annyira, hogy a kamarából egy tyúk tojást kivegyen. Felveszi a tyúk tojáskát, és beteszi maga mellé a donyha alá. Ha jön még Trézsi a házba, ha az embere még mindig az agyba, neki esik a vala nagy pufájával. Há, mi Ambarus, mi nem kalsz ez? Én már vár se dolgoztam. Ne veszek egy Trézsi, ne veszek egy. Halljad a csodára, mi történt nálunk az éjjel. Nem is tudom, mondjam el, vagy nem mondjam el. Ugyan bizony, mi történt kell? Nem mondom, mert valakinek eltalálod beszélni, s aztán a szagásba leszek véve a faluba. Törjön el a két lábam ember, ha elmondom valakinek. Na, mi van kell? Akkor Ambarus bényult a donyha alá, és kivette a tyúk tojáskát. Trézsi, az éjjel megtújtam! Ó, ember, mutassa csak! Hát ez tisztára olyan, mint egy tyúk tojás, csak egy kicsit a szabocska. Tudja mit? Ne kálljen fel, hogy a nyavaja ője meg azt a sok rossz dolgot. Elmegyek a kútra, de most jövök. Ambarusék a fölök közepére jártak vízét a közös kútra. Na Trézsi elindult, alig várta, hogy megtalálkozzék valakivel. Borinés a szomszédja oda járt a vízre. Mikor Trézsi meglátta, megőrvend, és azt mondja: jaj, Boriné, ne is képzelj el, mi történt nálunk az éjjel. Az emberem megtúj, kettő, épp olyanok, mint egy-egy tyúk tojás, csak egy kicsit a szabocska. De világért, áll, ne mondja valakinek, nem szeretném, hogy kacagásba legyünk véve a faluba. Ó, hogy ezt gondolja, ha kedd úgy ismerik gemet. Az asszonyok megtöltötték a vidreket. Boriné úgy futott hozzáig, hogy az után az egész vizet kilocsolta, aztán bérottott a házba. Édesanyám, hol te mit hallottam én Trézsi néntől? Azt mondja, hogy Ambarus bám az éjjel megtolt. Hárman! Épp olyanok, mint egy-egy tyúk tojás, csak egy kicsit a szabocska. De Isten megfizeti, áll, ne mondja valakinek. Nem szeretném, hogy visszaszúgjék a fülükbe, hogy tőlem hallották. Így csak le, édes leányom. Eszembe jutottam, hogy el kell menjek keresztanyádékig, hogy vegyem el a fújverőt. Az asszony felvette a pendáit, és futott fel a falu végig. Kamám, asszony, kamám, uram! Hallták-e mi nálunk Arinószal? Azt mondják, hogy Ambarus a pitán ember az éjjel megtolt. Négyat! Épp halljanak, mint egy-egy tyúk tojás, csak egy kicsit a szabocskák, de Istenét, el ne mondják valakinek. Estig úgy ment a beszéd, azt mondták, hogy Ambarus a pitán ember
az éjjel megtúl. 99-et, még kiesküldött-e? 33 kokos lett, 33 koppa lett, 33 érzike, s még egy tojás zápon maradott. Ambarusnak, hogy agy volt a szakása, felteszi a kalapját, és bémen elő a karcsomába. Amikor bényított az ajtót, az emberek majd hátra estek. Há, mi Ambarus? Kend itt? Ahol kéne legyek? A faluban azt beszélik, hogy kell megtölt 99-et, még kiesküldötte? 33 kokos lett, 33 kopban lett, 33 értike, s még egy tojás zápon maradott. S kent úgy rúgja a ganyét a csürkékkel, meg se lehet közelíteni. Ezt beszélik a faluba. Na ez, azt a csillagát annak a trézsinak. Én most hazamenek, s úgy megpollom azt az asztont, hogy abba hibonám lesz. De ha mám uraim, az én asszonyom csak egy tojást tett, azhoz az egy tojáska, az melyiket én az éjjel megtojtam. A másik tojások, az a csürkéket, a kendasszonyét tették hozzá. Na most kendekes menjenek haza, és adjanak egy nagy várést a kendasszonyaiknak. Mi már, ha megválték az emberek az asszonyokat, vagy sem? Én ma se tudom. De azt tudom, hogy